Jóra kivel szorít. Ó, lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesül. Ó, lesz a népszer tengeri, hol ahol nem fogy, nem teri. Ő neki mondjunk bőrimát, díszítsük azzal homlokát. Jó illat négyen szent neve, minden napon dicsérete. Országok, népek és nyelvek, ő dicsőségét lengjétek. Gyermekek hangja hirdesse, áldott a Jézus szent neve. Ő királysága, ő áldás, ott van a felszabadulás. Fáradtak ott megnyugszanak, ínségesek megáldottak. Minden teremtés dicsérje, a király Krisztus tisztelje. Angyali ének zengjel fel, minden fölmondja rá. Még ezt az éreket nem is hallottam. Nem, pedig hát ez már legyen végre formált. Nem látom, hogy így olvasni. De jó. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzak. Hálat elszével dicsérünk és magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, hogy a te nagy jó voltadból napjainkhoz napokat toldasz. Köszönjük tenéket, hogy még nem telt be te haragodnak a pohara, hogy kijöntsed erre az egész világra, erre az egész földre. Mert már ez az emberiségnek az állapota megért Sodoma és Gomorra sorsára. De te még irgalmas és könyörületes vagy az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Mert te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság megismerésére eljusson. Köszönjük te néked, mennyi édesatyánk, hogy most van tető a fejünk fölött, hogy elkerültek bennünket a természeti katasztrófák. Uram, könyörgjük azokért, akik most is szenvednek, éheznek és szomjóznak. Légy segítségükre, hogy legyen emberük, aki eljuttassa hozzájuk az adományokat. Könyörgök te hozzá, mennyi édesatyám, te áld meg bennünket. Köszönöm ezt az otthont, hogy az idős testvéreimnek az otthont, a lakóhelyet, ahol gondoskodnak róluk. Legyen ti elérte a dicsőség, hogy van ilyen lehetőség. Könyörgök te hozzá, mennyi édesatyám, a beteg testvérekért, te gyógyítsad őket, erősítsed hitüket, hogy és tudják segítségül hívni a te nevedet. Könyörgök te hozzád a gyászoló testvérünkért, és te vigasztaljad, Uram, hiszen csak, mi csak haszontalan vigasztalók tudunk lenni, de te nálad van a vigasztalás. Köszönjük, hogy mindnyájunknak élő reménysége lehet abban, hogy majd egykor találkozni fogunk ott a dicsőséges országodban. Könyörgök szeretteinkért, közelben lévőkért, áld meg őket is, áld meg a mostani együttlétünket is. Adjál nyitott szívet és nyitott fület, hogy értsük is, amit hallunk, Uram. Ne engedjek, hogy a sátán, a ördögök ellopják, a gonosz lelkek ellopják a hozzánk szóló üzenetedet. Hallgass meg minket. Názáreti Jézus nevébe kérünk. Amen. Majd mindjárt elhúzunk.
csodálkoztam is, hogy kimentél. Azt hittem, mindjárt oda. Így jól esettem itt mellettem, így közvetlen mellettem. Kedves testvérek, az a szentség, amelynek alapján Isten szent lelki segítségből hívva bizonyságot szeretnék tenni előttetek, írva található az új szövetségben, a Timóteushoz írt első levélben, a második részben, az első hét versben, a következőképpen. Arra kérlek titeket mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, minden imádságokat, esedezéseket és háladásokat minden emberért, a királyokért és minden feljelvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes békességben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk szín előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közben járó Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Ezért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a pogányokat. Kedves testvérek, nagyon sokan elfelejtkeznek arról, hogy megvan írva a Bibliába, hogy nem adatott hatalom mástól, csak Istentől. Ezt Jézus mondta, akkor, amikor Pilátus megkérdezte, mikor nem felelt neki, hogy nem tudod, hogy van hatalmam elítélni, vagy felmenteni téged. Azt mondja, hogy nem volna hatalmat, ha nem kaptad volna. Tehát Isten az, aki adja a hatalmat. Na mostan az a kétséges az emberek előtt, hogy hát a diktátorok hatalmát is Isten adta. Hitlerét, meg a Néroét, meg a többiekért, meg Sztálinért. Isten adta azt a hatalmat? Igen. Mert Isten adhat hatalmat az emberek megsegítésére, olyan hatalmat az embereknek, és olyan hatalmat az emberek megfenyítésére. Mert az emberiség gonosz. Még a választott nép, Izrael népe, aki tényleg az első választott nép volt, még az is hányszor elfordult az egyik az Isten imádatától. Mert az embereknek nem tetszik, hogy derogáló, láthatatlan Istenbe bízni csak egyedül. Mindenképpen kézzelfogható isteneket akar magának csinálni, kreálni. Pedig hát tudjuk nagyon jól, hogy Isten már a második parancsolatban leírta, ne csinálj magadnak faragott képet, semmi hasonlót ahhoz, ami az égben, a földön, a vízben, stb. Vannak, ne imádd és ne tiszteld azokat. És azon csodálkozok, hogy azok a hatalmas tudással bíró, sőt, önmagukat fedhetetlenek tartó igehirdetők nem tudják értelmezni ezt az igét. Igaz? Hát pedig világos elé van írva. Tudom, sokszor mikor, mert a katolikusoknak, vagy családomnak kell katolikus. És kérem szépen, mikor felhívom a figyelmüket, hogy ne imádkozzanak senki máshoz a Szent Háromság Istenen kívül. Mert nincs benne a Bibliában, az van, sőt az ellenkezője van, amit most olvastam, igaz, nem adatott más közben járó Isten és ember között, csak az igaz Jézus Krisztus, az ember Jézus Krisztus, akit meghallgat az Isten, senki más nem hallgat meg, de én is lehet egy közben járó, de én hozzá nem kell imádkozni, csak megkérhetnek esetleg, meg bár akármelyikünk lehetünk közben, de kell imádkozzál értem ezért és ezért. Ezt szeretném, ha Isten meggyógyítana. Mert ez a közbeni állás. De Isten nem hatalmazott fel senkit arra,
hogy közben járóvá az a szenté avassa. Senkit nem hatalmazott el. Mert ki adhat csak szentséget az embernek? A Szent Lélek Isten. Aki szívében a Szent Lélek Isten beleköltözik, az szent. Az Úr Jézus maga mondotta, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát azok a szentek, akik a szentnek a szívében a Szent Lélek Isten lakozás lett, akinek a szívében más istenek is beleférnek, vagy más közben járók is, mint Jézus Krisztus, azoknak nem fogja meghallgatni az imádságát az Úr Jézus. Hiába, mert Isten válaszol minden egyes imádságra. Vagy úgy válaszol, hogy teljesíti, vagy úgy, hogy nem teljesíti, igaz? Mert az is válasz, a nemleges válasz is válasz. Igen. Tehát láthatjuk, és azt írja, hogy az apostol Timóteusnak azért tanítványának írja, hogy tartassanak könyörgések minden emberért. Tehát nem csak a szeretteinkért, a gyermekeinkért, unokáinkért, feleségünkért, férjünkért kell imádkozni, hanem minden emberért globálisan, általánosan, ezért az emberiségért. Mert ez az egész emberiség, azt mondja az ige, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Hát kik az Isten fiai? Mink? Azok, akik az Úr Jézus Krisztusnak az örökös társai. Azok az Isten fiai. A többiek nem. Hiszen tudjuk nagyon jól, hogy aki nem imádja, nem az Úr Jézus Krisztus imádja, hanem csak egy. Mert valóban vannak olyan vallások, például az arabok, a mohamedánok, a többi, egy Istent imádnak, Allahot, ugye? Igen ám, de az Úr Jézus Krisztus nem imádják, és nem tisztelik Istenként. Pedig csak az üdvözül, aki hisz az Úr Jézus Krisztusban. Azt mondja, hogy hiszed, hogy van Isten? Jó teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek is tőle. De te higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Tehát csak az Úr Jézus Krisztusban vetett hit, üdvözít, és nem az Istenbe vetett. Mert a fogány népeknek számtalan istenek volt, igaz? Hát mennyi bárhány Istent imádtak. Mindennek volt Istene. És hát mégis láthatjuk, hogy istentelen ember nincs ezen a világon. Sőt, hogy egy nagyon primitív példát mondja, a Pál apostol azt írja a krétaiakról, hogy a krétaiak resthatak, a hasuk az Istenük. Mert annyira szerették a hasukat. Azt imádták. Hányszor hallom naponta is, hogy jaj, úgy imádom a töltött káposztát például, igaz? De lehet élő személy is az Istene? Például úgy imádom az unokámat, olyan ennivaló, igaz? Úgy imádom. Tehát akit imádunk, az az Isten. De ne legyenek néked más isteneid én előtte, ezt mondja az Isten. Ne. Tehát vigyázni kell, és ezért borzasztó, hogy nem tanítják helyesen a Szentírást. Ezért volt szükség a reformációra. Mert Luther Márton, ő katolikus szerzetes volt. De Isten arra hívt el, hogy olvassa végig a Bibliát. Teljes egészében. Kevesen olvassák végig a Bibliát, csak bizonyos részeket olvasnak. Keveset embert tudok, akik végigolvasták már a Bibliát. Én is apámnak a Bibliája már harmadik Bibliára is rongyál volt olvasva. Már többször végigolvasta, de már másikat vett, már a lapjai olyanok voltak. De még akkor nem volt egy ilyen jó minőségű papír. Tehát láthatjuk, hogy a teljes írás Istentől itt vetett. És az van a jelenések könyvében, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz abból, aminek meg vannak írva ebbe a könyvbe, azok a csapások fogják érni, amelyek meg vannak írva ebbe a könyvbe. Aki elvesz, vagy hozzátesz. Hát hol van benne az a Bibliában például az, hogy Mária a mennybe vitetett. Hol van még írva? Sehol. De hát van még ilyen ünnep is. Mária mennybe meretelei van. Ugyanolyan asszony volt, mint az én anyám, csak az én anyámat arra hívt el Isten, hogy neveljen fél 4 gyereket,
Ő pedig arra hívta a fia, ne vegye fel Jézust, az én fiát, és még a többi gyereket is, akik még utána születtek. Emlékszik vissza, körülbelül 20 évvel ezelőtt, mikor kezdtem én ide járni, azt akkor, hát több katolikus volt a Isten tiszteletén, mint református akkor is, akkor aztán arról volt, az volt a napi ige, éppen arról kellett szolgálnom, hogy hozzámentek Jézushoz az anyja és a testvérei. Úgy felháborodtak rajta, hogy mondhatok én ilyet, hogy Jézusnak volt a testvérei. Mert nem tanítják velük a teljes írást, igaz? Pedig hát Jakab is a Jézus mostanában testvére volt. Mert ő Józseftől született, nem a Szentlélektől. De testvére volt, tehát az anyjuk közös volt. Tehát azért mondom, nem tanítják, sötétségbe tartják az embereket. Ez a baj. És itt is ugye nyilvánvalóan, ugye, például a Jehova tanúi sem tartják Jézus Krisztus Istennek, nem imádják. Nem szoktak hozzám jönni, becsöngetni, mert hát ismernek engem, tudják, hogy én keményen szoktam szólni. És egyszer két asszony becsönget, biztos valahonnan vagy Eger környékéről valahonnan volt, becsöngetnek, és lát ketten voltak, ők járnak itt párosával. Mondom, Jehova tanúi, maguk azt mondja, igen. Na mondom, mielőtt beszélbe elegyednénk, egy kérdést teszek fel maguknak, arra, ha jól válaszolnak, akkor beszélgethetünk. Azt akarom kérdezni, hogy imádják-e Jézust, mint Isten? Ja. Hogy gondolok én olyat? Jézus egy ugyanolyan ember volt, mint csak nagy tanító. Ugye? Mondom, tudja, mit írt Pál apostol? Aki nem vallja Jézus Istennek, vagy Úrnak, nem van egy Jézus Úrnak, az legyen átkozott. Mint aki puskából kilőttek. Ők se olvassák végig a Szentírást, most már saját fordításuk van, hogy kihagyják ezeket a dolgokat belőle. Nem olvassák végig, csak amit a vezetők, a főpapjaik, azok kijelölnek a számukra, hogy ezt kell olvasni. Többet nem kell olvasni. Ezért vannak sötétségben. Ezért volt szükség Luther Mártonnak, Isten megvilágosította, ezért szögezte ki ugye a Wittenbergi templom kapujára tételét. Ezért volt szükség rá. Mert látta, hogy tudatlanságban. Hát még a bűnbocsánat is félzért adták, igaz? Vegyél ilyen és ennyi értékű cédulát, és meg vannak bocsátva a bűnei. Hát ki bocsáthatja meg a bűnt? Egyedül Jézus. Egyedül csak Jézus, mert ő halt meg a bűneinkért. Csak ő bocsátotta. Nem adatott egy más rajta kívül senkinek se az a hatalom meg, hogy a bűnt megbocsátja. Igaz, hogy benne van a Bibliában ez is. Ezt se takadjuk le. Hogyha valakinek megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Igen. De hogy kell megbocsátani a bűnt valakinek? Úgy, hogy ő bűnbánatot gyakorol. Ha megfeddem őt, hogy vétkezett, és nem fogadja el a feddést, a bűne megmarad. Hiába bocsátom én meg, mondom, hogy megbocsátal, én nem haragszom rá, de Isten nem bocsátja meg, mert a bűnbocsánat két fele irányul, horizontálisan és vertikálisan. Tehát először meg kell bocsátani az embernek, utána pedig Isten. Tehát először az ember kétől kell bocsánatot kérnem. És utána kell Isten elé vinni, hogyha vétköztem. Tehát nekem, tehát azért mondom, hogy nagyon nagy tudatlanságba tartják az embereket, és ezért van az, hogy azt tanítják az emberekkel, hogy tenni kell valamit az üdvösséget. Hát nem? Például adakozni kell. Vagy ott vannak például úgy, ahogy a Mohamedánok el kell zarándokolni Mekkában, igaz? El kell menni a búcsújáró helyekre, mert hát akkor van üdvösséget, hogyha ezt megteszek. Természetes dolog, hogy nem rossz dolog, hogyha olyan helyre elzarándokolnak, ahol az Isten igéje szól. De ne azzal a célval menjenek oda, hogy ekkor már üdvösségem van. Mert ezzel a célra mennek. Én tudom, hát mondom, a fiam is
Ez egyben katolikus családban ősült, a lányom is oda ment félre. Úgy unokáim is legtöbb része, mint katolikusnak született. És borzasztó, amikor ott kell lennem, amikor bélmálkoznak, ugye az unokáim, ott kellett lennem, és védőszentet kellett magának választani. Úgy háborog bennem a lélek. Hát lehet-e egyáltalán szentet választani magamnak? De hát hiába, azért már nagyobb része már most már elhagyta, tehát ott hagyta az egészet. Úgyhogy de én soha nem mondtam egyik családtagomnak se azt, hogy térjen ki. Soha nem mondtam. Csak azt mondtam, hogy Keresztelő János mondott, térjetek meg. Ha valaki megtér, nem tud közösséget vállalni azokkal, akik a bálványokat imádják. Igaz? Nem tud, nem érzi jól magát azok. Mert megértette, hogy mi van a Bibliában, mi van az írásban. Tehát minden emberért arról volt szó először is, imádsággal, esedezéssel és háladással minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért. Hogy nyugodt és békes életet élhetünk teljes kegyességben. Tehát imádkozni kell. Olyan kevesen imádkoznak például az országvezetőjét. Pedig nagyon fontos, hogy milyen vezetője van egy országnak, igaz? Hogy rossz irányba vagy jó irányba vezeti a népet. Nagyon fontos. De ezt el lehet kérni Istentől. Én hálát vagyok Istennek, hogy Isten megelégelte már azt az istentelen uralkodást. Megelégelte. Csak az a baj, hogy akik vezető pozícióba kerülnek, azok elorozzák Istentől a dicsőséget. A hatalom a fejükbe száll, még azoknak is, akik istenfélők voltak. Ugye? Tehát ezért kell imádkozni, hogy alázatosan tudják vezetni az országot. Isten félelemben. Tehát féljék az Isten. És csak neki adjanak dicsőséget mindenért. Én úgy örültem neki, mikor legelőször hallgattam a miniszterelnökünknek a beszédét, amikor azzal fejezte be a beszédét, hogy Soli Deo Gloria. Egyedül isteni a dicsőség. Tehát ő tudja nagyon jól, hogy nem mi az, akik elérünk, hanem Isten segítsége nélkül nem érhetünk el jó dolgokat. Csak az Isten segítségével. Mert ő azért adta a hatalmat, hogy ezzel éljünk, és ne visszaéljünk vele, mert vissza lehet élni a hatalommal. Nagyanyám, állott emlékű, nagyanyám mondta egyszer, visszaemlékszek a szavaira, fiam, ezt tanuld meg, hogy nincs rosszabb, mint a magunk fajta koszosakból lett király. Ezt mondta nagyanyám. És valóban igaza volt, amikor katona voltam, volt egy tizedes rajparancsnokunk, én szépen ugye nagy kommunista volt, és kondás volt annak idején, de hát iskola nélkül is akkor osztották azért a tisztséget, tizedes volt, csúri tizedesnek hívták. Olyan kegyetlen volt, hogy borzasztó. Hú, az, rettet, és hogyha belegondolok, hogy milyen dolgokat követett el velünk. Tehát azért mondom én, hogy ezért kell könyörögnünk a királyokért, a vezetőkért, de nem csak a világi vezetőinkért, hanem egyházi vezetőinkért is. Hogy ők is világosan tanítsák az írásokat, és felügyeljék a tanítás biztonságát. Sajnos a liberalizmus már a református teológiákban is betört. Igen. Már amikor én jártam a teológiára, ezelőtt 30 évvel, akkor is volt egy professzor, Ószövetséget tanította. És mindjárt az első órán, amikor a teremtés történetét tanította velünk,
akkor azt mondta, azt a kijelentést tette, hogy a bibliai teremtés történet egy a teremtés történetén mitoszok közül. Már akkor ezt tanította. 30 évvel ezelőtt. A lélek mindjárt megfordult bennem, hiszen már egy hitbe jártam, akkor jelentkeztem. Aztán tessék, azt mondja, mi a megfigyelése. Mondom, de professzor úr, én gyerekkoromtól fogva azt tanultam, hogy a Biblia az az Isten igéje, és nem mitosz. Az a professzor nem tudott se szólni, egy szó se tudott szólni. Hogy egy egyszerű ember végül megfigyelmezteti. Ez a baj, hogy nem merik megfigyelmeztetni azokat, akik tévesen tanítanak. Nem merik figyelmeztetni. Mert félnek, hogy elveszítik a presztízsüket. Félnek. Tehát az egyházi vezetőinkért is. Én minden reggel, nincs olyan reggel, hogy ne imádkodnék az egyházunk vezetőinkért is. De nem csak a miénkért, még a pápáért is imádkodnak. Hogy világosítsa meg Isten zelmét, hiszen ő csalatkozhatatlannak tartja magát, hiszen amit ő kijelent, az enciklikákat, amiket megír, az tévedhetetlen. Azt úgy fogadja a katolikus papok, mint az Isten igényét. Még talán fontosabb. Aki azt akarja, hogy mindenki üdvözlőjön, azt mondja, egy jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözlőjön és eljusson az igazság megismerésére. Az igazság a Biblia szerint nem egy fogalom. Az igazság az egy személy. Az Úr Jézus Krisztus. Én magam mondta magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát, aki ő hozzá megy, azt nem veti el, nem küldi el magától. Sőt, még azt is mondotta az Úr Jézus, hogy az Atya az, aki vonza ő hozzá az embereket, az Atya. Senki sem jöhet én hozzám, azt mondotta, ha nem vonja az én Atyám. Senki sem jöhet hozzá. Tehát az Atyán fordul meg minden. Nagyon sokan tévedésben vannak a predestinációval kapcsolatban, hogy akkor Isten van, akiket arra teremtett a kárhozatra, van, akiket Isten arra teremtett, hogy üdvözüljön. Nem igaz. Mert itt azt olvastuk, hogy ezt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. És legtöbbször mindig Júdásnak a példáját hozzák fel, hogy hát Júdás ugye ott volt a 12 között tanítvány, és még öngyilkos lett, tehát elkárhozott. Mert meg volt írva felőle. De az nem volt megírva felőle, hogy ne éljen a kegyelem jogában. Ez nem volt megírva felőle. Ugyanúgy oda mehetett volna, mint ahogy Péter megbánta a bűnét, ugye? És oda mehetett volna kereszt alá, hogy úgy nem a félkapukhoz kellett volna menni neki, a tészt visszavinni, hanem oda kereszt alá. Úr Jézus, bocsáss meg, hogy megbántottalak, hogy elároltalak. És meg lett volna bocsánat. Hát ha a Latornak megbocsátott Isten, a rablógyilkosnak, hát neki ne bocsátott volna meg. De nem azt tette, hanem azt, amit a gonosz lélek hajtott, parancsolt neki. Napjainkban is egyre csapolódnak az öngyilkosok. Öngyilkosok számon ő egyre inkább. Fiatalok. Nem értik értelmét az életüknek. Miért élnek? Nem értik. Pedig csak egyedül az Úr Jézushoz kellene fordulni neki. És akkor mindjárt értelmet nyerne az életük, mert beállnának a munkába, a mentés munkálatába. Éppen mondom, sokáig én részese voltam a református szárkos mentő missziónak, és kérem szépen, tudom, hogy milyen csodálatos szabadulások voltak.
olyanok, akik már több elvonó kórán is részt vettek, és mindig visszaestek. Oda eljöttek a református Visszaállítási Szentő misszióba, és az Úr Jézus szabadította meg őket, nem az elvonó kóra, ugye, nem a gyógyszer. Az Úr Jézus megszabadította őket. Csodálatos dolog. És kérem szépen, az volt a lényeg az egésznek, hogy ha valaki megszabadult, akkor neki be kellett állnom a mentés szolgálatába. Az ivó társait kellett misszionálni, akikkel együtt ivott. És ugye az, sokan azt mondják, hogy hát azért nem megyünk közzétek, mert nektek ez se szabad, az se szabad. Például amikor annak idején 47-ben hívogattam a fiatalokat, hogy jöjjenek a ifjúsági órára. Nem megyünk közzétek, mert nektek ez se szabad, az se szabad. Mondom, nekem sokkal több minden szabad, mint nektek. Nem mondom, figyelj ide, nekem szabad nem dohányoznom, nem innom, nem káromkodnom, nem paráználkodnom. Nekem ez szabad megcsinálni. De titeket hajt az ösztön. Ti rabok vagytok. Nektek azt kell csinálni, amit ott ti gazdátok, a Sátán parancsol. Azt kell csinálni. Igaz? Mert mindenkinek van gazdája. Vagy a Sátán, vagy a Jézus Krisztus. Két hónap nem szolgálhat senki, ezt mondja, igaz? Két hónap nem szolgálhat. Nagyon sokan pedig szeretnek két kulacsos kulacsát folytatni. Na, ezeket hívják úgy, hogy vallásos emberek. De nem hívő keresztény. Vallásos ember. Akiknek általában csak vasárnap jut eszükbe az Isten. De amúgy nem. Sokszor előfordult már, hogy helyettesítettem valahol, aztán meghívtak vendégségbe, ebédre például, egy házhoz, és mivel hát tudták, hogy hát ki vagyok, elkész vagyok, és hát... Odáig még csak-csak eljutottunk, hogy na, mondjuk el az asztali áldást. Jövel Jézus, légy vendégünk, stb. És, de amikor már vége volt az ebédnek, akkor már elfelejtettek hálát adni. Mert ez marad el az embernek a legtöbb részének, a háladás. A könyörgés az megyen. Még a legistentelenebb ember is tud könyörögni, amikor bajba kerül, igaz? Emlékszek vissza a háború idején, édesapám csinált egy ilyen bunkert a kertbe, ásott ilyen bunkert, szalma, vagy ötével kukoricaszárral tette be, és hát a szomszédban volt egy ember, egy első világháborús ember volt, és nagyon káromkodós volt. És ő is átjött oda hozzám, mert elég nagy volt ez a bunker, és átjött hozzám, és úgy visszaemlékszek gyerekfejjel még akkor, hogy oda nem hozzá mellénk becsapódott egy tankgránát. Az az ember úgy mondta a mi atyánkot, hogy annak a rendje. Ugye? Megijedt. Féltette az életet. Pedig ezzel nincs üdvösség. Ugye? Ezért mondom, hogy ilyen az ember. Ilyenek vagyunk, mi emberek. Legalábbis addig, még a mi szívünknek az, nem a Jézus Krisztus, az kizárólag az Ura. És ugye most következünk el ahhoz, amit már amiről már beszéltem, mert egy az Isten, egy a közben járó Isten és emberek között az ember Jézus Krisztus. Világos? Érthető? Hogy csak egy közben járó lehet? Igaz? Mi megértjük egyszerű emberek, de hát azok a teológiát tanult emberek miért nem értik ezt? Ezt nem tudom megérteni. Na de mégis megértem, megmondom, hogy miért. Mert Isten elzárta előnök. Elrejtette. A főpapok is ismerték az írást, igaz, tudták az írásokból, hogy Jézusnak hol kell megszületni, igaz? És mégis megvetették Jézust. És megmondta az Úr Jézus, hogy miért? Mert elzáratott előre a világosság. A sötétségbe hagyta meg Isten őket.
elzáratok. Isten el tudja zárni a világosságot az embereket. Mert Isten kegyelmes, Isten az igaz. De a türelme az véges. Egyszer azt mondja, hogy most már elég. Így volt ugye, Noé idejében is emlékezünk vissza a Bibliából, hogy az egész emberiségben nem talált csak egyetlen embert, aki Isten félő volt. Tehát ki tudja, hány millióan értek a külső földön? Nem tudjuk. De egyszer azt mondta, hogy elég most. Azt az egy embert és a családját, aki félte az Isten, azt megmenekítette, a többi pedig halál, meg kell fulladnia neki, gondoljuk el. Láttam ezt a filmet, egy filmet Zöldönvízről, kérem szépen, hogy egész biztos Noé, hát 40 évig építette a bárkát. Egész biztos, hogy mondta az embereknek, hogy Isten szólt neki, hogy elpusztítja az emberiséget, mert bűnösek, mert ugyanabban, hát most is látjuk, hogy Sodom és Gomorra állapota, vagyis a homoszexualitás nem újdonság, nem a napjaink percise. Hát Sodom és Gomorra ezért pusztult el, ténykővel. Nem újdonság, nincs újdonság a nap alatt, de Isten, ha nem hallgatnak a szavára, akkor nem tett más. Csak beteljesíti azt, amit megígért. Halálnak halálával lakott, amit megmondott a lelki ember vannak, igaz? Mert engedetlen volt Isten szavaira. Isten előtt csak egyetlen egy halálos bűn van. Csak egy. Azt úgy hívják, hogy engedetlenség. Ezt így hívják. Ez halálos. Mert Isten ugye Ádám és Éva engedetlen volt, ezért kell, azt mondta, hogy meghalt. Ugye? Csak egy. És minden bűn ennek a ágazata. Az engedetlenségnek az ágazata. Minden bűn. És nincsen Isten előtt a kis bűn vagy nagy bűn. Mert minden bűn, még a füllentés is halálos. Még a füllentés. Mi szeretjük a hazugságot beszélgetni, igaz? Kegyes hazugság, meg ilyesmi. Nincs. A hazugság az hazugság. És a hazugok nem örökölhetik az Isten országát. Benne van a Bibliában. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, és nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a pogányokat. Tehát miért rendelteknek az ige hirdetők? Hogy az igazságra tanítsák a pogányokat. Mert mindenki, aki nem az Új Jézus Krisztusba hisz, az mindenki pogány. Vallásos. A vallásos ember pogány. Akármilyen felekezetet is tartozik. Pogány. Mindaddig, amíg az Úr Jézus Krisztus nem vallja egyedül Istennek. Úr Jézus Krisztus. És az Atya se nyelvezte magát meg soha, úgyhogy Jehova, Jahve. És mondtam még azt is Jehova tanúinak akkor, mikor öléltek, hogy maguk mindig káromkodnak állandóan. Hát mondom, Isten megtiltotta, hogy a nevét, ugye 10 parancsolatban, hogy a nevet hiába a szájukba ne vegyék, ők meg, még Izrael népe is csak így szólította meg mindig imádságban Isten Adonáj, az Úr. Csak így szólítottam, nem úgy, hogy Jahve, Adonáj. Tehát azért rendeltettünk, és magamról is ugyanezt vallom, hogy Isten azért hívott el engem, hogy én is hirdessem az igazságot Jézus. Azt írja Pál apostol az egyik helyen, nem akarok tudni közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mind megfeszítetve. Mert ő általa van a üdvösségünk. Jézus Krisztus által van az üdvösség. Amen. Imádkozzunk.
drága megváltunk, Úr Jézus Krisztus. Magasztalunk és dicsőítünk téged, Szent Háromság egyörök Isten. Mert akkor, amikor eljött az időnek a teljessége, akkor te betöltötted azt, amit ígértél. Eljöttél emberi testben, hogy megváltsad ezt a bűnös embert a kárhozattól. Mert megmutattad, hogy amit az első emberpár elkövetett, azt te nem követed el. Azt az engedetlenséget az atyával szembe. Legyen tiéd érte a dicsőség, hogy te kész voltál odaáldozni a te életedet azért, hogy mi nekünk életünk legyen. Hálát adott te néked azért is, hogy most is a hónapnak első csütörtökén itt lehetek az én idős testvéreim között. Évről évre eljöhetek, Uram, és még azt erőd hozzá, hogy itt legyek. Könyörgök te hozzád egyet, hogy ne legyen hiába való az én tanításom, az én eljöhetelem ide ebbe az otthonba. Munkáld a szívekbe, hogy valóban világosodjanak meg, gyújts világosságot a szívekbe. Így könyörgök te hozzád azokért, akik tévesen tanítják a Szentírást, és nem a teljes írást tanítják. Világosítsd meg előttük, gyújts világosságot az elmébe és a szívükbe, hogy térjenek vissza az eredeti írás tanításához, Uram. Embereknek a 100 milliót viszik a kárhozatba. Úgy, ahogy te mondottad, Úr Jézus Krisztus a zsidókról, hogy a világ legvégső végéig elmennek, hogy valakit zsidóvá tegyenek, és a kárhozat fiává teszik. Könyörülj meg rajtunk, Istenem. Könyörgök te hozzád az otthon vezetőjét, gondozóért. Áld meg őket, és adj nekik könyörületes és irgalmas szívet. Szeretettel tudjanak bánni a maga tehetetlen testvérekkel szembe, Uram. Hiszen tudjuk nagyon jó, hogy sokszor már magunk is magunknak, saját magunknak is elviselhetetlenek vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy még tart a kegyelmi idő. Így könyörgök te hozzád, mennyi édes atyám, világi vezetőinkért is. Most is választás előtt áll az ország, Uram. Adj a bölcsességet a magyar embereknek, hogy olyan vezetőket választanak, akik szeretnek téged, Uram, és szeretik az embereket is. Nem csak a maguk hasznát keresik, Uram. Könyörgök te hozzád, beteg testvéreinkért. Hallgass meg az ő imádságokat, fohászkodásokat. De csak akkor hallgatod, meg tudjuk, Urunk, hogyha te hozzád, így általak. Mert egyedül te vagy a közben járó. Áraszt kiránk a te szent lelkedet a hétköznapjainkban is. Hallgass meg minket. Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyám, ti a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenki. Amen. Fogadjátok az áldást is. Semmifelől ne aggódjatok. Mindenért hálát adjatok. Kéréséteket mindenkor háladással tárjátok az Úr elé. És az Istenek békessége, mert mindenért megfelül halad, meg fogja őrzni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten szívén megpihenve. Nem kell, köszönöm. Kér? Nem. Isten szívén megpihenve,
forjon szívünkkel belát. Ikünk alja úgy ölelje, édes megváltunk otá. Ő fejünk mi nékét hagja, ő a fény mi színei, mi kelédek, ő a gazda, ő miénk, ő élni. Szeretetben összeforva, egy közösség tagjai, tudjuk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette fölényáját, halt megértük jólunk, fájna nékik látva minket, hogy szeretni nem tudunk. Nevelj minket egyességre, mint atyáddal egyre vagy. Még egyé lesz benned végre, minden szív az ég alatt. Még szent lelked, tiszta fénye, lesz csak fényünk és napunk. A világ meglátja végre, hogy tanítványi vagyunk.